Itt, amit megjelenítettem a tojáson, a búzavirág, a búzakalász, a madár, ez mind református szimbólum. Hogy ilyen nagy tojásokat hol lehet kapni? Ezeket úgy hívjuk, hogy struc tojás. Egy általános iskolai osztálynak tart tárlatvezetést Mészáros Józsefné Ilike. A tojásfestőnek a nyíregyházi kálai gyűjteményben nyílt kiállítása még március végén. Azóta folyamatosan érkeztek hozzá a csoportok minden korosztályból. Sokan nem csak a kiállítást nézték meg, hanem a különböző díszítési technikákat is kipróbálhatták. A kézműves foglalkozások, mondhatom, hogy az első két nap alatt elkeltek, 12 alkalommal vannak ilyen kézműves foglalkozások, óvodásoknak, általános iskolásoknak, de meglepő módon vidékről nyugdíjas klub is bejelentkezett a múlt tegnapi napon, úgyhogy már ezekre nem lehet jelentkezni, de a kiállítás megtekinthető egészen április 22-ig. Nyugodtan lehet hagymahéjban is festeni a tojásokat, sőt, megfőzni, mint említettem. Az alkotó két évtizede végzi hagyományőrző munkáját, számos technika mestere. Az írókázás, savvalmaratás, berzselés, batikolás, aranyozás, csipkézés számára mind ismert módszerek. Elmondása szerint nincs kedvenc technikája, és minden alkotása egyformán fontos számára. Van olyan azonban, aminek elkészítése időigényesebb. Én ajánlom a batikoltakat, mert azok különlegesek, és sokféle mozdulattal készül, sokat kell rajta dolgozni. Én a batikoltat ajánlom. Szakavatott szemnek. Mészáros Józsefné 2017 óta tagja az Aranykapu Művészeti Egyesületnek. Több múzeum és magángyűjtemények is rendelkeznek alkotásaival. Foglalkozásai a kálai gyűjtemény után a Sóstói Múzeumfalu Falusi Húsvét című rendezvénysorozatán látogathatók nagypéntektől húsvét hétfőig.